A gonoszság ácsolta a jóság keresztjét, mondta Spányi Antal megyés püspök a palotavárosi keresztúton, nagypénteken, a stációk mindegyikénél, ahol megállhattak a hívek is. Az emberi életnek a nagy kérdéseiről van szó, a szenvedésről, a halálról, a barátságról, hűségről, elárultatásról, mindarról, ami mindannyiunk életében jelen van. Most, amikor készülünk a keresztút járására, itt a város keresztútján, akkor el akarjuk kísérni lélekben Jézust. A keresztet nem pusztán Jézus szenvedései teszik a hit szimbólumává. Kell hozzá az ember, a mindennapi. Imádsággal vagy anélkül, lehajtott vagy éppenséggel, felemelt fővel. Példáját látva, tőle erőt merítve tudjuk viselni a magunk keresztjeit. Azt a sokféle keresztet, amit naponta hordanunk kell, amelyet sokszor nem mi választunk, hanem amelyet az élet, a sors, vagy valaki más tesz ránk, de amelyet mégis méltósággal és emberséggel akarunk hordani. A húsvét a keresztény világ ünnepe. A megbocsátás, a számadás a tisztességes élet lehetőségének alapjait hirdeti.